Sziasztok! Ez az Anime Duma Party, és én Iskari Ótes vagyok, aki az Aoi animének vagyok a hírszerkesztője, meg az Anime Magazinnak vagyok a cikkírója, és két vendégünk van most itt velem. Katrin, aki az Anime Magazinnak a főszerkesztője, és egyben hivatásos dalmelyfiguragyűjtő, illetve Rica Ritz Faktorisztól a magyar anime, hát nem tudom, svájci bicskája, MacGyver-e, így egy személyben. És... Én maradik az Airwolfnál. Jó, és arra keresünk, arról fogunk beszélgetni, hogy milyen animéket néztünk először, tudatosan vagy tudatalatt, illetve, hogy miket lehetne ajánlani kezdő animésnek, anyunak, apunak, vagy olyan embernek, akit szeretnénk bevonni ebbe a szubkultúrába, mert hogy animésnek lenni az jó dolog. És lenne egy olyan kérdésem, hogy ki az, aki úgy 2000 és azután született? Igen, itt látom. Jó, rendben. Az első animék, szóval aki ne, így, nincs ebben nagyon vele tisztában, szóval a 90-es évek elején még nem nagyon volt internet Magyarországon, és csak tévéből lehetett tájékozódni zömmel, és én is ott láttam az első animémet, mert hogy akkoriban nagyon sok animét lehetett látni a Magyar Egyes csatornán, illetve majd később a M2-n olyanokat, mint a Kimba a Fehér Oroszlán, vagy Alfred a Kacsa, vagy Miami Hecske, és én is, amikor visszagondoltam, hogy mit láttam elsőként, az nem tudtam eldönteni, hogy az a Mumin volt, a Miami Hecske, a Barbapapa megvan? Hát... Szó-szó, hále? Őszintén megmondom, a Barbapapa az már az én bátyámnak, tehát ő a 80-as évek elején született, tehát így 81 tájékán. Neki is eléggé haloványok az emlékeit, szóval az eléggé régi. És de mindenesetre Nils Holgerssonra emlékszek, azért, mert abból van kitűzöm és van képeskönyvem, szóval én azért már akkor fan voltam, és... Be van kapcsolva? Nem. Jó, hát akkor... Nem működik. Addig használd ezt. Jó, még... Csak közben próbálgatom, igazából csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy nekem a Csipcsup csodákból van olyan könyvem, de közben csak próbálgatom a mikrofont, hogy át egyszer megszólal. Igen, a Csipcsup csodák is nagyon jók voltak, ugyanúgy, mint mondjuk a 80 napot a föld körül. Szóval a Nils Holgerssont választottam, azért, mert ez egy, ugye egy Nobel-díjas szerzőnőnek a műve, a Zalmaz Lagerlöfnek, és egy nagyon kellemes zene van hozzá, Karel Svoboda írta, ami nem egyezik meg a japán openinggel, de egyébként egy teljesen cuki kis történet volt, és mai napig adják a Minimax, TV2, Kids, Isten tudja még milyen csatornákon, és hozzá tartozik még egy movie is, szóval ezt simán be lehet jelölni a malon, aki erre rá tud izgulni, de nem csak tévézni lehetett, hanem volt VHS kazetta, ugye az a, olyan, mint a Magnó kazetta, csak nagyobb és fekete. És ezek voltak ilyen hivatalosan kiadott animék, mint a Memories Dallas, vagy egy Lupin film is. És voltak ilyen szürkés megoldások. És Ritz például már akkor torrentezett, mert egy korai animációt láttál. Ez nem igazán... Nevezzük úgy, hogy igazából ez a kommunista korszaknak a torrentje volt, ez a csempészáru. Ugyanis édesapám ez a 80-as években volt kiskatona Szombathelyen, és elég sokat csempésztek. Hát katonák mit csináltak jobb időjükbe. Olyanok, rengeteg horrorfilmet hoztak be Magyarországra, és adtak tovább. Ez volt egyébként az egyik ilyen, ez a Beonara Samchongsa. Ez ide-haza úgy került elvileg tévébe, hogy a Időlovasok címen. Egyébként a címe az, hogy a három űrmuskétás, mert
a csempészés során összekeverték a kazettákat, és eredetileg a folytatás filmet akarták behozni, ami ténylegesen a Time Machine 001, tehát az lett volna az Időlovasok. Én ezt láttam egyik elsőnek, és lényegében pont ezért, mert volt egy ilyen kis érintettség. Ja, szóval, hogy... Hát a csempészkedés véget, ja. Csempészkedés. Jó, hát szóval torrentezett. De aztán a 90-es évek közepén jött egy változás, jöttek különböző kereskedelmi tévék, és akkor jöttek ezek a Holdról a bolygóközi harcosok, a Namek bolygóról, meg a csillagközi harcosok? Vagy mi volt ezzel a BDSM korszakkal? Én a legutoljára az MMB emlékszem. BDSM korszak azt úgy érti, mint egy Ball Dragon, vagy Dragon Ball. Sailor Moon. Sailor Moon. Igen, nekem azok voltak az első ilyen animék a tévében, vagyis hát valószínűnek tartom, hogy azokat láttam. Legelőször az első ilyen emlékem a Sailor Moonról már óviskolomból megvan. Úgyhogy előfordult, hogy ilyen Nilszet vagy Maja a Méhecskét is láttam akkoriban, de ezek maradtak meg, főleg a Sailor Moon, de azokról még nyilván nem tudtam, hogy anime. Az első tudatos ilyen animém az... Volt másnak is meg ez a Sailor Moon, Dragon Ball, űrkorszak? Jó, sokan. Ó, hát itt ilyen tisztességes népek ülnek, jó? Meglett emberek, igen. Igen, és ezzel szemben az első tudatos anime azok az Inuyasha volt, amit mondjuk először az RTL-en láttam, szintén azért, mert jó pofa, és először nagy hülyeségnek tűnt, öcsémmel mindenre azt mondtuk, akár ugye a Pokémon, Yu-Gi-Oh, mit tudom, én megláttuk újra, hogy ez milyen hülyeség, jaj, de szar, már bocsánat, és akkor utána elkezdtük nézni, és minden hétvégén vártuk a kölyökklubban, hogy jöjjön, és nagyon rákattattunk, és ráfügtünk, az Inuyasha is ilyen volt, és később, mikor az A+ csatorna jött, akkor fedeztem, hogy ezt úgy hívják, hogy anime. És az Inuyashát kerestem rajta először. Igen, mert ez talán nem titok, hogy itt a 2000-es években itt volt egy ilyen második anime boom Magyarországon. Ja, végülis mondom, nevezhetjük annak bőven. És akkor talán mind a hárman ad be a kategóriába tartozunk, hogy így jött az A+, főleg, meg nagy lett az internet elérés, és akkor már tudtuk nézni a különböző sorozatokat. És valóban az Inuyasha az, mindenki tudja, hogy miről van szó. Ezüst kutya, Fexi, Kagome. Jó, látom, hogy így azért mindenkinek meg a Rumikónak a... És tudom, hogy te nem azt írtad, de azért kíváncsi lennék, hogy neked megvolna a Inuyasha, szóval milyen élményeid vannak Mirukuról és bandájáról? Hát kölyökklubos elsősorban ugyanúgy, tehát nekem még a RTL-es időszak szintén, mert ami volt, azt körülbelül tényleg a kereskedelmi adókon néztem. Tehát jó, én mondjuk olyanokat válogattam össze sajátomnál, tehát ez a Andersen Ninjo Dova, meg a Panda no Daiboken, amit igazából az otthon melegében már kazettáról tudtam élvezni. De még nem tudtad, hogy anime? Vagy csak hát az japán animáció? Még nem tudtam, hogy róla, hogy anime. Gyakorlatilag mindent néztem, ami animáció. Tök mindegy, hogy mi volt. Lehetett felőlem az albán kecskepornó is, de ha meg volt rajzolva, akkor megnéztem. Szegény gyerek. Szegény de az, kecskék. De az igazi első ilyen tudatos anime az a maga a Blue Gender volt nekem konkrétan. Ezt akarta is István kérdezni, hogy ez az, ami... Igen, szóval itt beszélgettem mások, és azt mondták, hogy hát ez volt az első anime, amit dobtak, a Blue Gender. És hogy van az, hogy, hát hogy mondjam, az A+ Animaxnak talán nem ez a legerősebb műsor kínálata volt a Blue Gender, szóval ez így hogy jött? Úgy, hogy én igazából már ugye tízes éveimben, tehát ez a 10 évesen már horrorfilmeket kezdtem el nézni. Tehát így Mary Shelley, Frankenstein, ami még a Robert De Niro szereplésével volt, illetve rá egy évben már Sam Raiminek a Gonosz halottját. Mondom konkrétan. Én, hogy ilyen Ritz nem komfortos gyerekkorát itt kibeszéljük. Ja, de igazából az, hogy nekem az a Blue Gender azt a korszakot találta be ebből a horrorfilmezős időszakból, amikor már ugye a science fiction horror párhuzamot úgy... Pornó. Nem, erotika. A pornó még nem volt benne. Nem, de ez itt az erotika, ez itt a... Az a horror vele járom dolog. De egyébként nem, akkor néztem nagyjából az Alient, például a teljes sorozatot, és ugye közben volt egy ilyen, pont a 23. rész, amikor már az űrben vannak, ott vannak fönt, és na azt a 23. részt az A+-on, vagy nem tudom, talán annyiszor láttam, a hanyadik rész volt, úgyhogy inkább megkérdeztem a havert, hogy te, neked le van ez.
kölcsönözve a nemzetközi felhő videótékából. És így, ja, megvan nekem, aztán fogta hozzám vágott egy 150-es DVD fakot, hogy ez a jövő ilyenkorra kérem vissza. Kezdő anime is. El voltál látva. Hát igen. És István, neked? De, én azért választottam, hogy rám is ugye nagy hatással volt az Inuyasha, de én azért választottam a Ghost in the Shell-t, mert ez volt az első olyan anime, amiért én áldozatokat hoztam. Szóval nem az volt, hogy bekapcsoltam a tévét és jött a jó áldás, hanem elmentem a moziba, pénzt adtam ki érte, utaztam, és megvettem hozzá pólót, meg DVD-t, meg mindent. És szóval ez nekem a Ghost in the Shell, az így úgy ültem be a moziba, hogy... Odeon mozis vetítésről. Igen, én ott voltam olyan... az Odeonba. Más esetleg? Most elképzeltem így Istvánt, hogy körülbelül úgy néz ki az a Ghost in the Shell-nek a vetítésén, mint ahogy most vannak a Hololiver-eknek, az idol csapatoknál a fellépésen a különféle rajongók ilyen színes mijegyében kipingálva mijegyében is így újonganak, hogy végre! Igen, mert ugye ez az Odeon mozi, akkor még volt egy olyan mozi, hogy Odeon, és ők elkezdtek hozni be animéket, Akirát, meg aztán behozták a Ghost in the Shell-t is. Szóval ez egy számomra ezért lett ilyen nagyon emlékezetes. Bementem a filmre úgy, hogy nem tudtam, hogy ez mi, és ezt tisztelni kell ezt a mozit, aztán mégis egy örök élmény lett. És azon kezdtünk el gondolkodni, hogy ha mai mostani fejjel ajánlanánk sorozatokat, vagy animéket, akkor mi lenne a legfontosabb? És szeretném megkérdezni, hogy hogyan ajánljunk az embereknek animéket, hogy mi a legfontosabb szerintetek. Mi négy szempontot néztük, hogy a korosztály az mennyire fontos szerintetek. Jó, hát korosztály akkor nem. A műfaj. Jó, jó, látszik. A személyes érdeklődési kör. Igen, és gondolom ezért ajánlják mindig a Boku no Pikót elsőnek. És amit ismerünk. Jó, szóval az nem számít. Jó, az a lényeg, hogy a személyes érdeklődési kör. Ez tök mindegy, hogy mi a korosztály, mi a műfaj, meg amit ismerünk. Tök mindegy. Szóval, jó. Okay. Tök mindegy. Nem mindegy. Tényleg erről szól az egész, hogy azért, hogyha ajánlunk először valakinek, nyilván ezeket a paramétereket akarjuk megkérdezni tőle. Én mondjuk nagyon annak a híve vagyok, hogy milyen sorozatok, ha egyedik sose látott valaki animét, hogy mondjuk milyen sorozatot, milyen filmet szeret, mik a kedvenc műfajai, és akkor ahhoz hasonlót ajánlanak. Én meg tényleg egy egyetemre kíváncsi. Jó, de hát ugye személyes érdeklődési kör. És hogy az, aki felmerül bennünk, hogy mit ajánljunk, inkább a hype-ot, vagy inkább a klasszikusat. És megnéztem tegnap, hogy mi a ma a lista vezető, legtöbb ponttal a Kaguya-sama wa Kukurasetai Ultra Romantic, ez áll a legelején. Ez 5 év múlva is lesz az első helyen? Biztos, hogy nem. Hát, ha még tovább darabolják a történetet, akkor valószínűleg igen. Jézus. És szóval, hogy ez... jó hype-ol cuccot ajánlani? Nem, jó, te a népség. Olyan szempontból jó, hogyha azt szeretnénk, hogy az adott ismerősünk vagy barátunk mondjuk velünk együtt rajongjon, vagy velünk együtt kövesse. Ez személyes hype, nem? Ha rá tudunk venni, akkor sokkal nagyobb élvezet ez, vagy izgalom az, hogy na, együtt követhetjük. Igen. A hype-ot, együtt rajonghatunk, érte sikerült valamivel így befűzni, és akkor arra lehet, hogy könnyebben kapható lesz egy ilyen hype címre. Ehhez persze nagyon nagy fokú nyitottság kell az illetőtől. Hát, hogy főleg inkább az, hogy az ilyen kicsit olyan animation körk is dolgokat is úgy el tudja igazából nézni társaságban. Tehát nem ez az, hogy ordibálnak jobbra-balra, meg égmetsző holdagyar, meg mi egyéb, hanem az is, hogy egy kicsit véresebb, kicsit úgy azok, amit általában nem éppen a közönség kedvencnek szoktak mondani úgy elsőnek, meg nem igazán ajánlott kedvencnek. Tehát ez a például egy AOT-t nem azért ajánlunk, mert véres, meg erőszakos, lásd... egy korábbi kolléga, aki igazából erre helyezte a hangsúlyt, hogy azt mondta, hogy ezért jó. Vagy inkább ajánljunk inkább egy jó kis klasszikus mozit, vagy sorozatot, mint a Logot. Nagyon jó, ugye 34 éves, 9 fölött van a pont átlaga. És ezt mondta. Ezt én mondtam, de leginkább azért,
mert a Log ugye most éli a remake évadát, mert az eredeti klasszikus nem tudták rendesen eladni. Pont azért, mert volt egy kis szerzői jogi vita az eredetinek a zenéjével. És van egy ismerősöm, akinek az apja az rohadtul nem szereti az animéket, de azért megnézi, és a Loggal be lehetett húzni. Meg kell találni akkor a célközönségét, azt a korosztályt, akinek igen, a Legend of Galactic Heroes-zal úgy belett rántva az öreg, hogy konkrétan, amikor kiadtuk az új részt, akkor már, hogy körülbelül ez a... ráverte az fiára az ajtót, hogy ki jött már? Kiadta? Igen? Akkor hozzad! És talán ami a hype és a klasszikus között lebeg most még, de egyre inkább a klasszikussá kezd belesúszni, az a Full Metal Alchemist testvériség, hogy az jó-e egy ilyen köztes megoldásként? Kérdezem szóval a közönséget, hogy FMA Brotherhood az jó, szeretjük? Azt hiszük, hogy azzal nem nagyon lőhetünk mellé, és viszonylag igen, a hossza is még elfogadható, de azért... Hát, tényleg az egy nagyon az egyik maximális kedvencem nekem is a Brotherhood, de lehet, hogy a hossza, vagy a maga az a fantasy világa elrettenthet embereket. Mondjuk a militarista vonala már kevésbé, de a shonen fajtsága... A shonen fajtsága az, inkább. Az már igen. Szóval aksa tökéletes. Inkább maradjunk kezdőnek annyiban, nem, hogy egy kicsit edzettebb léleknek már tudjuk ajánlani. Vagy olyannak, aki tényleg azt mondja, hogy na, most igazi animét akar nézni. Tizet látott már, akkor utána így be lehet dobni esetleg. Nem a bölcsekkövét, nem találtuk meg a bölcsekkövét akkor. Senki se találta meg a bölcsekkövét. Ja, és milyen hosszú címeket ajánljunk, hogy ilyen 12 részes sorozat, ugye az azért jó, mert hogy... Igazából a 12 részes sorozat azért jó, mert már lassan nincsen más. Igen, ez egy... Nem egy hátrányos dolog, de ugyanakkor nem lehet bele... De valójában az nagyon sok kicsi összekapcsolódott 12 részes sorozat, amivel meg ugyanott vagy. Jó, persze bemutatónak jó, hogy egy évadot megnézel. Már olyan balak azt beletenyerelni. Igen. Ja. Jó, most nem az ilyen szétdarabolt, mint a... Értem, ami csak lezáródik, kerek, szóval amikor falakkal védekezünk a falnál magasabb élő lények ellen, mert ez úgy hülyeség, de... hanem inkább csak amit 12 rész lement, és akkor jó napot kívánok végem, de Dian Angel, vagy valami más hasonló. Vagy inkább ajánljunk ilyen 24-100 részes közötti, mint a Death Note, Monster. Hogy szerintem a 20 részes sorozatokat jobban megéri ajánlani, mert abban, mármint hogy a jobb címek közül, a tényleg, hát nem azt mondom, hogy hype-oltabb, de elismertebb sorozatok közül inkább azokból válogatnék, és inkább a 20 részesek, mert az egy kerekebb, mélyebb sztorit hozhat magába, mint egy 10 részes darab. És a Paranoia Agent, a Trapéz, meg a Serial Experiments Lane, meg ezek sírnak a sarokba, hogy ők csak 12, meg 13. Nem, vannak persze kivételek, de ezek mondjuk már elvontabb darabok, és tényleg meg kell találni hozzá, hogy kinek való. Akkor olyan sikert lehet igen elérni velük, korábban, mint akkor anyámmal meg akartam nézni a Ghost in the Shell-t. Osztatlan siker, telenség. Jó, maradjunk annyi, hogy a Ghost in the Shell-t azt nem bántjuk, mert az egy tökéletes mű, és ez így van. Főleg azért, mert én mondtam. Vagy inkább ajánljunk egy ilyen 100 pluszos sorozatot, mint az Inuyasha, vagy a Naruto, vagy a Bleach. Szerintem az ilyen sorozatok a kisgyerekes szülőknek jók, hogyha a kisgyerekükkel, vagy főleg ezek a Kodomóbb, vagy nagyon kis shonen sorozatok, hogyha a gyerekkel szeretné a szülő együtt nézni, akkor én ebbe a kategóriába venném be, hogy azt lehet hosszú ideig nézni esetleg a gyerekekkel, de én kezdésnek, ilyen felnőttnek nem ajánlanám igazából. Nem, én főleg tinédzserekre gondoltam, szóval nem tudom, hogy ki kezdett egy ilyen 100 részes sorozatba be, de úgy zömmel az animésége korán, elején. Szóval látszik, hogy a 100 részes sorozat azt... Jó, Yu-Yu Hakusho, jó, igen, meg D. Greyman, meg... Igen, mondjuk tiniket meg lehet jól venni a shonen fightoknak a karaktereivel, és hogyha tényleg egy vevő totál nyitott animés szeretne lenni, akkor persze, akkor miért ne, viszont hát abból is az a baj, hogy most már inkább szerintem az újabb címekre vevők, de annak meg nagyon-nagyon várni kell mindig tényleg a folytatására. Bár, de ott van a One Piece, az tök jó, az most is fut. Hát az még fut, persze. Szerintem az még unokáink idejében is futni fog. Vagy Detektív Conan. Mindegy.
És inkább filmet kéne ajánlani, vagy inkább sorozatot, ha már... Bevezetésnek általában inkább filmet tudnék mondani. Mondj egyet, vagy kettőt. Hát most egyet. Igazából kettőt tartogatok, tehát én már most ebből a hagyományt akarok igazából építeni. Az egyik ilyen érdekességem, ez az a Yamada család igazából. Ezzel még egy öreganyát is meg tudsz venni. Leginkább azért, mert saját öreganyámon vettem észre, de ő neki ez a film azt jelentette konkrétan, hogy a családban mindenkinek megvan a maga szerepe. És neki ezt nagyon jól átadta. Ő ezt imádta. Úgyhogy egyébként a Ghibli filmek közül egyébként eléggé hátulkullogó a tudtommal. Mind említettségben, mind hogy hívjákban. Nem a népszerű Ghibli közé. Hát, nagyon nem a népszerű. Tehát... És még az art design, tehát maga az animációs stílus, meg az art miatt se szerintem. Igen, de az általában el lehet nézni tőle. Anyámat viszont a múltkor a leginkább a Mirai-jal sikerült megvenni. Tehát arra rávenni, neki viszont leginkább az a szemlélet talált be belőle, ebből a filmből, ami úgymond sokaknak nem, hogy a gyerek rengeteget hoz az apjától, az anyjától, az nagyszüleitől, de úgy öntudatlanul. És az úgy megjelenik benne. Abszolút jó, szóval családi nem, filmek családnak. És nem okozott neki kisebb traumát, hogy elmagikelték a végét, vagy eldrámázták? Nem, meglepően nem egyébként. Tehát azt mondta, hogy az kellett a feloldáshoz. Nem tudom, mikor hallottam utoljára tőle ilyen nyitott választ, de... Tök jó. Ja. Katrin, te inkább sorozat, vagy inkább filmet ajánlanál elsőre? Ez attól is függ, hogy tényleg, amit beszéltünk, hogy igazi animés szeretne lenni, és akkor már azt se tudja, hol kezdjen bele, de minden érdekli az adott illetőt, vagy csak úgy távol szeretné azért magát tartani a dologtól, de belenézne egy-két animébe, annak nyilván inkább filmet. És ha film, akkor vagy Ghibli filmek, vagy mondjuk Kon Satoshinak a filmjei, szerintem azzal lehet nagyon sok mindenkit megvenni. Kon Satoshiban van egy pont egy ilyen, volt egy ismerősöm, volt, jól össze lettünk kapva. Ő a tanárjával akarta megnézetteni a Kon Satoshi filmeket. Meg is nézette vele, és igazából egy olyan mixelt választ kapott, hogy Kon Satoshi nem lenne egy rossz rendező, ha nem animációs filmeket rendezett volna. Ezt így megkapta tőle. Ouch. Hát igen, ez egy eléggé ouch. Nyitottság azért az animáció felé akkor hiányzott úgy belőle. Nem csak azt, hogy nem gondoljunk el egy paprikát mondjuk élő szereplősben. Az meg a másik, igen, hogy nyilván egy animációban az sokkal jobban működik, persze. És a másik örök kérdés szokott lenni a fandomban, hogy szinkronosan nézzünk valamit, vagy eredetiben. A kedvencem egyébként az volt, amikor egy haverom azt mondta, én csak az eredeti angol szinkronban szeretem a Dragon Ball-t. És nem a litvánba. Nem, Dragon Ball az csak angolul lehet. Szóval azt hiszem, ez mindenki pedig litvánul is kurva jó. Szóval ugye, hogyha magyarul nézzük, akkor, vagy ajánljuk elsősorban, akkor ugye az a jó, hogy a cselekményre tudod figyelni, nem kell mindent elolvasnia, meg emlékezhetünk arra régebben, hogy volt vagy japán kifejezés, és akkor még fölül lefutott rajta, hogy az mit jelent valójában, vagy mit értenek alatta, vagy az ergo proxit végignézte az ember, és utána még másfél vagy öt percen átment a utalások magyarázgatása a feliratos részben. Az rengeteg ilyen volt, és hát igen, ez a mai feliratozásban kikopott eléggé. Leginkább ennek az is köszönhető, például volt az, amit nekünk is vetítettek itthon, ez az Ayakashi Ayakashi, japán történetek a tempókorból. Ahhoz ezt például a GG csapata egy konkrétan minden egyes részhez külön 10 oldalas PDF-et csatolt hozzá, hogy mi micsoda, mi mit jelent, meg ilyenek. Katrin? Szinkron? Hát ugye eredeti. Elején is mindent szinkronnal néztem, mert úgy adta nyilván a tévé, de az eredeti, hát a japán hangot pártolom, és pont azért, vagy tényleg annak az országnak a hangját, ahol magát az animációt készítették, és pont azért, mert az összes alkotógárda, mondjuk japán, akkor már nekem jobban működik, hogy a hangszínészek is japánok, hogy azt a kultúrát ők jobban tudják úgy az ő hanghatásaik a játékukkal visszahozni, amit ők ott megálmodtak egymásnak. Én jobban szeretem japánul hallgatni emiatt a dolgokat, viszont nagyon jó magyar szinkronok is készültek, és sokaknak nyilván az kedvez.
És érdekes volt még előbb ez az angol megjegyzésed, mert mostani tényleg tiniktől hallottam, vagy ilyen 20 körüli fiataloktól, hogy milyen jó, hogy van hozzá angol szinkron, és így ezzel meglepődtem, hogy miért akarnak tényleg angol szinkront hozzájuk, és azért szerintem, nem mentem így senkivel se bele, ezt csak olvastam, és szerintem azért, mert angolul most már sokkal többen beszélnek, néznek sorozatokat, mert mint egy ténylegesen angol nyelvű sorozatokat, és akkor nekik az úgy fun, vagy tök jó, hogy angolul kapásból értik, nem kell hozzá felirat, és akkor úgy jobban működik, míg japánul nem értik, magyarul meg nem akarják, vagy nem tudom, meg hát van ilyenünk, angoloznak. Hogy neked van ilyenünk, hogy Netflix. Igen, igen, és nyilván Netflixen meg elsősorban szinkron készül hozzá, vagy angol felirat, de most már egyre több minden jön magyar felirattal, sőt magyar szinkron is. Akartuk is említeni, hogy most ismét vannak magyar szinkronnal animék a tévében. Igen, ugye itt az elmúlt időszakban itt jött a okófogadója, akkor a... Meg lesz a Blackjack sorozat, vagy már fut is. Még egyelőre tudom, ha nem. A Viasat 6-on fognak ezek menni, most készült több magyar szinkron, illetve a Netflixen most a Bastard került magyar, vagy lesz magyar szinkronnal. Amúgy ki szokta nézni a Viasat filmben, hogy én tudom, hogy a 3 óra és úgy 3-4 között szokott menni az okófogadója. Ezt van ez ember, hajnalik. Akit föl kell is megnézi, vagy... Nem, aha, hát jó. Borzasztó időpontot választottak erre. Igen, hát nagyon igen. Nem fűztek hozzá túlzottan nagy reményeket. Tehát látszik, hogy ez a csomagba vették, és ez a, hát... Ez dobta a gép. Patyú gyerek szindróma körülbelül. Igen. És mi az, amit esetleg, biztos, hogy nem ajánlanátok. Szóval jó az, hogyha mondjuk olyat ajánlunk, amit rajtunk kívül senki nem ismer. És én teljesen eldugott ma a listán ilyen, mit tudom, 8000-dik is áll 2,1 ponton, de én nagyon szeretem ezt jó ajánlani. Egyébként én arra gondoltam most egy picit, ehhez kapcsolódik, hogy most, ha valaki igazán szeretné ajánlani, és tényleg nagyon körbe kérdezett, hogy milyen műfaj, milyen ízé, minden tetszik, akkor még akár meg is kereshetnél neki valami ilyesmit, ami passzol, és hiába ismeretlen, vagy hiába te magad nem láttad, lehet azt mernéd mondani, hogy na te próbálkozzál vele. Hát, ha sikerül, és nyilván akkor hozzá kell mondani ezt, hogy ez egy ilyen rizikósabb ajánlás, mert nem adsz rá garanciát, hogy neked mondjuk tetszett, csak mondjuk hallottál az adott sorozatról dolgokat, hogy másnak tetszett, vagy esetleg ezt az egyet találtad a mit tudom én milyen kategóriában, amiben madzsongoznak, jó párban madzsongoznak, de értitek, hogy most egy szűkebb, speciálisabb valamit szűkítettél. Azt mondod, hogy mit tudom én, valaki éppen foglalkozik valami szubkultúrája, meg karutázik Magyarországon. Igen, és akkor nyilván karutázik. És akkor simán be lehet ajánlani a Csihajfölit. Bemerném vállalni az ajánlást, igen. Igen, ja, igen. Hát jó. Az összes de magyar... De visszatérve, nyilván nem túl előnyös totál ismeretlent. Hát totál ismeretlen mondjuk úgy, hogy az nagyobb rizikós, mint aknamezőn focizni. És jó, ez, ma beszéltük a hosszúakat, meg a rövideket is, és nekem csak az jutott eszembe, hogy nem jó, hogy a nevetségesen hosszút ajánljuk, szóval, hogy gyere kezd el nézni a One Piece-t, vagy a Detektív Conant, mert az nem biztos, hogy végig akarja ezt szenvedni, vagy azon befejezetlen műveket, mint a Gangsta. Legyen mondjuk a Gangsta példának befejezetlen műként jó. Igen. Hát nem túl előnyös nyilván, hát de még nem. Esetleg aminél van, hogyha nem ilyen, hogyha van jó mangája, lehet ajánlani, de ez már egy másik kategória nyilván, de, hogyha még fogékony is a képregényre, hogy akkor ott tudod majd folytatni. Bőven elég, hogyha egy dologra koncentrál elsősorban, és azt, hogy megszokja azt, hogy anime egyáltalán az eszik-e vagy isszák. Vagy esetleg a rossz hangszínész, szóval teljesen mindent, hogy magyar, angol, vagy esetleg a kellemes nepáli nyelv, de a lényeg az, hogy ne legyenek rosszak a hangszínészek. Gondolom, mindenkinek vannak kedvenc hangszínészei, senkinek nincs, jó, rendben, és akkor... Sokan itt bólogattak úgy ott apró kis rezdülésekkel, én láttam. Jó, hát igen. Vagy, de hát amikor van, amikor nézünk, akkor nem tudjuk, hogy úristen, hát ez valami... neokatasztrófa, amit hallunk ezektől a hangszínészektől, szólna az, hogy ez szerintem ez egy... Most arra gondolsz István, hogyha van mondjuk egy nagyon moe anime, amiben visítoznak a lányok, akkor azt azért nem ajánlod másoknak, mert esetleg fűsértő az újoncoknak? Igazából erre azt lehetne mondani, hogy egy ilyen moe sikítozó lányosat előbb megnéznék hangalámondásos szinkronnal, ugye jó 80-as éveknek a fahangú felmondásával, mert úgy talán el lehetne viselni. Mindenki csinált már ilyet. De titkaid előbújnak a szekrénybe. De
De talán a legveszedelmesebb dolog ez a orosz szinkron, szóval aki tudja, hogy egy darab ember van, aki végigmondja egy hangnemben az egészet, annál, Istenemre mondom, annál jobb nincs. A lengyel szinkron is ugyanaz, mint az orosz egyébként hozzáteszem, de ugyanazt csinálják. Az jutott még most ide ebbe a témába, gyors közbevágok még, ha már ennyire rajta vagytok a hangokon, hogy Lilla barátnőmre néztem, aki ott ül és cuki, hogy ő hozta fel a példát így a fejembe, hogy kínai animéket, ugye, amiket előbb itt egy órán keresztül promóztam, sokan nem szeretik pont azért nézni, mert hogy a kínai nyelv nekik, jaj, mint Lillának, hogy alig bírja hallgatni, nehéz. És inkább japán szinkronna van. Most egyre több, azt akartam csak mondani, egyre több kínai animéhez érkezik japán szinkron, hogy akkor azt is lehet nyugodtabb szívvel ajánlom japánul, ha valaki nagyon óckodik a kínaitól, hogy amihez készült esetleg japán szinkron, akkor fogékonyabbak azokra a donguákra. De előbb mondtad pont, hogy a előadásodra céloztál, és ajánlottál olyan anime, olyan alkotást, amit még te se láttál. És hogy hát valójában mennyire szerencsés olyan dolgot ajánlani, amit még nem láttunk, csak így ránéztünk a borítóra, és azt mondtuk, cuki kislányok, rózsaszín ruhába, ez a Madoka, ez biztos egy jó kis mahosódzsó, ajánljuk szépen a 10 éves unokahúgomnak, mert hát a kis mahosódzsó az úgy. Ó, és mikor a rózsaszín hajú kicsi csajszi ott van igazából a osztályterem kellős közepén, és akkor ez a Gakogurashi, ez nem tűnik olyan problémásnak. Azért tapasztaltabb animésekként ilyen defektekben nem szoktunk belefutni. Azért ennyit már hallottunk a Madokáról, ha nem is láttuk. Még jó pár ilyen címet ismerünk, ugye? Igen, persze. Meg itt ilyen szép képek vannak, nyugtató latin zene van az elején. Nem lehet olyan nagyon véres ez az Elfen Lied. Vagy esetleg az, hogy telepakolják ilyen japán popkultúrális utalásra, mint a Nerimadai Combrothers, vagy a 2000... Na ez az a kategória, ez az a kategória, ami kinyírja az egészet körülbelül. Tényleg a japán humor és a nagyon japános dolgok, azzal a kezdőknek totál vigyázni kell, mert így a felét, vagy sőt, lehet a háromnegyedét se érteni, vagy nem fogná annyira így, nem fogadná annyira könnyen be egy japán humorral tömött animét. Ó, várjál, amikor az előkerül a japán szójáték, amikor igazából az a szó az máshogy írva, más mint jelent, de ugyanúgy olvassák ki, és akkor ebből van a poén. Hú, ezt én hányszor utáltam. Vagy, igen. Bár előfordulhat, hogy ha játékosan oldják meg, vannak olyan sorozatok, amiben meg tökre a laikusoknak is mókás, most a Shirokuma Café jutott eszembe, amiben a Shirokuma jegesmedve mindig szójátékokkal viccelődik, és csak feliratozva is van, de akkor is hallja az ember a ritmusát a szavaknak, és annyira kis egyszerű dolog, hogy érti, úgyhogy vannak olyanok is ebben a kategóriában, amit meg lehet találni kivételként. A Szerencsés csillag, az azt hiszem, hogy megegyezhetünk, hogy ez egy tökéletes alkotás. Nincs benne alig utalás, semmi, a Lucky Strike, szóval az... Mi van? Mindegy, haladjunk tovább. Figyelj! Ez körülbelül úgy néz ki, hogy kezdőnek sem ajánlott, közép haladónak sem ajánlott a... Senkinek nem ajánlott. Én erre futottam volna ki, hogy én senkinek se ajánlanám, akinek kedves az élete. De egyébként inkább az, hogy a nehézöveseknek, akik már inkább több mindent láttak, ott már fel tudnak ismerni pár De dolgot. Figyelj, itt vagyunk egy rendezvényen, és ami nagyon jó, és bent bemegyünk a vásárló részbe, szóval azt hiszem, hogy senkinek nem ajánlatodnak kedves az élete, mégis bemegyünk és vásárolunk, szóval, yes. Vagy kérdezném azt, hogy vannak ma már olyan animék, vagy nem animék, ezekre lehet vitatkozni, amelyek nagyon populáris témákkal dolgoznak fel, vagy vesznek át franchise-okat, mint voltak a Marvel animék, a Penge, meg a Farkas, vagy esetleg ugye, a tavaly évben a Star Wars Vision. Meg ott volt az a kopasz emberke, aki férfiakból gyűjtött háremet, és közte volt egy furry gyerek is, egy ilyen kék furry. Megvan, tudod, tényleg kimaxolt a diversity, mert hogy a kis kopaszunk az ugye kerekesszékes is volt. Igen, ilyen is volt. Ez a bizonyos X-Men. De várjál, ez hogy jön ide a Marvel adaptáció? Az, hogy ez az X-Men. Ja, bazd meg. Bocsánat. Jó, ennek én teljesen elhittem, hogy te másról beszélsz. Látszik, hogy már fáradt vagyok, és már két órája ülök. Szóval, hogy mennyire jó esetleg ajánlani olyan animét,
ami nagyon nyugaton ismertebb témán dolgozom, mint a, például a szárnyas fejvadász, vagy esetleg olyat, mint a Avatar, a utolsó léghajlító, szóval ez anime, de mégsem anime, vagy annak a határmesdjéje mozog, azok mennyire... Az lenne? Inkább a határmesdjéjén, bár az előző ilyen Marvel-es animék nyilván japán készítők által, de azért tényleg jó lehet ajánlani őket, mert hogyha valakinek tetszettek az eredeti, vagyis hát az amerikai filmek, akkor lehet, hogy fogékony lenne akkor annak az anime sorozatára is, és így nyilván lehet kicsit belevinni az animézésbe az illetőt, hogy akkor na, nézd meg ezt is, hozzá kapcsolódik ez Star Wars franchise-hoz, vagy nem tudom, az X-Menhez, és akkor, bár az X-Men anime, hú, előőrs. Felejthető, az biztos. Figyelj, a eleve ott kezdődik, hogy valaki egy fekete vödröt hord a fején gyakorlatilag, és alatta a szuszok, mint egy aszmás, hát az könnyen elő lehet adni. És feltenném a legnehezebb kérdést, hogy mit ajánljunk a szülőnek, mert sokaknak az a vágyálma, hogy az anyuval, apuval, vagy ők is tudják élvezni az én hobbimat. Hallottam, valaki bekiabált, hogy a Death Note-ot, lila volt. Hú, az merész kezdés egy anyunak. Szóval első kérdésem, hogy kipróbálkozott már a szülő becsábításával? Aha, és ki járt sikerrel? Aha, és úgy értem, hogy a sikert, hogy van malprofilia? No. Animadicos volt neki. Oha. Tessék? Nem, csak az... Még... Ó, a szülő van ajánlotta ilyen? A gyereknek, és... Ó, egy tapsot akkor. Tapsot akkor neki. Szuper. Milyen jó. Köszönjük. Nálam fordítva is ilyen. Szóval, hogy mi az, ami bejöhet? Mutattad a Yamada családot? Én ma próbáltam a édesanyámmal, és neki a Chi Sweet Home az konkrétan, az megnézte feliratosan, és pedig utálja a feliratot. A Chi az cuki vagy cuki? Nagyon kis részei vannak, kis rövid részei, és tényleg csak imádni lehet. Igen, ez a kis cicás, és ez igazából az idősebb korosztálynak azért is, mert nekem feltűnt ugyanis egy ilyen rajzolásbeli érdekesség, hogy maga a kidolgozottsága az a Tudománytár gyermekeknek című sorozatnak a kabala figurájára, meg annak a dizájnjára készült az egész. És ez a sorozat, ez konkrétan 80-as években futott elsősorban a gyerekeknek szánt kicsit komolyabb témák. Lehúzzák a gyerek szintjére, egy nagyon jó kis oktató könyvsorozat volt. És annak a stílusában van a Chi. Már az eredeti, nem a gumikacsás utó CGI-ozott. Nekem az is nagyon tetszett, kis szórakoz. Tény, hogy nem annyira cuki, mint a... Nem az, hogy nem annyira cuki, de előbb hinném el, hogy azt, hogy hívják, ott felfújható kéjbabákat látok viszont. Már ahogyan az kinéz. Azért ez erős túlzás és gonoszkodás. Bocsánat, de konkrétan a látóidegeim sérültek annak az esztétikai megvalósításától. Azért vagyok szemüveges. Nem vagyunk egyformák, én nem azért vagyok szemüveges. Amúgy eszembe jutott, hogy mi a legveszedelyesebb, amikor a szülőt akarjuk becsábítani ebbe a lyukba, a nyúlörögébe, hogy amikor otthon vagyunk és nézzük a sorozatunkat, a kedvenc sorozatunkat, és mikor fog anyu apu benyitni, hát akkor, amikor valami irdatlan nagy hentelés történik, vagy nagyon nagy titis popsis hölgyek mászkálnak, nagyon pucéren a képernyőn. Hát ez a két verzió van, és nem akkor, amikor valaki a nagy élet monológiát nyomja le, hogy tessék, nézd meg, milyen értelmes, ez nem mese. És hogy ha már itt ajánlásokról van szó, akkor nézzük meg, hogy a mostani szezonból, vagy a következő szezonból mit szeretnénk ajánlani. Kérdezném a legnagyobb hype-olt címet, hogy el lehet adni egy sorozatot csak avval, hogy egy kislány cuki arcokat vág. Szerintem igen, igen, el lehet. Ha csak cuki arcokat vágna, de ott azért voltak egy-két erős húzásai. Spice X Family, így válasza az... Jó, de már mindjárt azt mondod, hogy Totally Spice X Family. Jó, oké, jó, hát így van, hogyha valaki diszlexiás és olvasni próbál. Szóval Spy X Family, az most válasz volt az Archerre, vagy?
vágsz, hogy... Én nem tudnám ajánlani igazából, mert pont az a határmesdje, ahol el is lehet adni, meg azért nem ez a bastardos mindenféle véres dolog. Tehát jó, Jornak az a munkája, na. Jó pofa, de szerintem egy picit azért fárasztó volt a maga nemébe, mert még ez tényleg csak a történetnek egy szelete, egy része a történetnek. Sokkal nagyobb volt benne a ökörködés és a cukiskodás, ami néha, főleg itt tényleg a kislány anyjánál, rátment azért néha picit már a fárasztókodomó irányba, de nagyon szerethetőek a karakterek, és tényleg az, amit a fandom kreált szerintem hozzájuk meg mögéjük, az szerintem még jobb is, meg ütősebb tartalom is, mint mondjuk, amit maga az anime prezentált. Akár a fanartok. Ja, hát igen. Az mondjuk egy jó pofa rész volt, amikor Meg anya átment Zoróba, konkrétan már minden animében ott jár. Hála a fandomnak. Szóval akkor megállapíthatjuk, hogy igen. Azért megérdemeltem volt a hype volt a szezonban, persze. És teljesen hihetetlen módon rajtam kívül a színpadon két darab könyvtáros is ül, és megkérdezem, hogy ezért van itt teljesen véletlenül a Honzuki? Az egyiknél nem éppen. Mert neki megvan a konkrétan a mostani évad, ami utolsójára feldolgozott kötet is. Én bevallom, nem láttam, pedig már Ritz is emlegette többször, meg a magazinban is írtak nekünk róla, és nagyon jó pofa sorozatnak tűnik, úgyhogy pótolnom kéne. De egyébként az egész nyári szezonra, vagy mostani szezonokra az jellemző, hogy jó sok folytatás jön, és ez is azt jó hiszem, sok folytatás évad volt, igaz? Ez is konkrétan a regényben a Párt 2-nek volt ez a második fele, az utolsó másfél kötet egész pontosan. És ez most már lezárta akkor a történetet? Vagy nem. Kötetes ez a... Hát még van, most tart a Párt 4, és nem tudom, a hanyadik köteténél. Már úgy kiadásilag. Hát még folyamatosan fut is. Az első, az első évadot azt azért lehetne igazából úgy ajánlani, mert az inkább még az írás és könyvtörténet. Ha megvan neked még a címzetes oktatónk, mert ugyanott tanultunk, nem csak, hogy egy a szakmánk. Ez egy szerencsére nem egy évfolyam. Nem egy évfolyam. Milyen kedves. Én kijöttem, ő bejött. Ez a fajta évfolyam volt. Úristen, mennyi könyvtáros van itt hírtam. Na, figyelj! Akkor innentől kezdve nincsen szükségünk a Magyar Könyvtárosok Egyesületére, mert itt van az egész osztag. Majd megtartjuk a vándorgyűlést így rögtönözve elsőre most itt a Expón. Igen, tehát amit az első fél évben tanultunk konkrétan, az első sorozat azt dolgozza föl nagyjából. De ilyen publikus dolgokat ne áll, nem publikus dolgokat, ne áruljunk el. Mi tanultunk, nem fogom... Kibeszéljük majd cserébe Istvánt, hogy remek ajánlatokat tud a merchandise biztosítására nektek ajánlani. Készül biztosítani. Azért van nála annyi papír. Így van. A másik rész, hogy ajánlottad itt az Ultramant 2-t. Igen. És én azt ajánlottam, én azt mondtam, hogy én azt néztem. Jó, de nézd egy szóval... Egyike volt annak a három-négy sorozatnak, amit az egész szezonban néztem. Ez az 1966-os franchise akkor kezdődött, és van belőle 120 különböző sorozat per film. Ezt így bejárani egy kezdőnek, hogy... Ezt azért tudnám azt mondani, mert kérlek szépen, az Ultraman 2, az igazából csak az előző Ultraman évadnak a folytatása, ami igazából rebootolt, meg idézőjelek között folytatta az alapot. De, a 66-os alapot. A 66-os alapot, de annyi mindent elmondanak, hogy mi minden volt a 66-osban, hogy igazából kihagyhatod azt nyugodt lelki szívvel, onnantól kezdve, ami előtte volt az egészet. Gondold el úgy, mint egy totál rebootot. Jó, oké. Okay. Töröltük a 120 részt. Akkor azt kérdezném meg, hogy ugye itt volt ez a Billy Elliot-os sztori, japánosítva, aminek szerint nem volt a célközönsége, és ezért kérdezem meg Katrint, hogy tetszett? A Dance Dance Dance-ről van szó, és
Hát attól még, hogy Seinen antológiába futott ezek szerint akkor a maga a manga, vagy fut még jelenleg is, én minden korosztálynak bátran ajánlanám ezt a sorozatot, mert bár tényleg még fut a történet, és még jó lenne több folytatás évad, egy olyan pontig jutott el ez a rövid kis sorozat, ami így cselekmény szempontjából úgy kellemes zárás, és a karaktereknek a jövőjére nézve is egy jó meghatározó pont. Ugye arról szól, hogy a főszereplő egy kis tini, aki srác, aki nagyon szeret balettozni, de először ezt elnyomja magában, mert hát ő fiú, hogy fiúként mennyire ciki a balett, inkább küzdősport, stb., de aztán mégiscsak ő egy igazi tehetség tényleg, és mégiscsak túllép ezen, hogy ő ezt cikinek tartja, és igenis a balettiskolába ő beiratkozik, és meg kell, hogy tanulja az alapokat, mert hiába tehetséges, és hiába tudja nagyon jól memorizálni magától is a dolgokat, és így improvizálni is, meg kell, végig kell kísérnünk, hogy azért hogy sajátítja el az alapokat is, és ez annyira szép hétköznapi, ilyen emberközelien van ábrázolva, a kis tini karakter annyira hiteles, a maga a kis szerelmi rész, a szerelmi háromszög, a társaik, azon egymással való kis civakodás, viszonyuk, a gyerekességük, és az a felnézés a tanárokra, vagy az a kis hiperaktív csipkelődés néha, vagy lázadás, ami jön a főszereplőből, egy nagyon-nagyon szerethető dolog. Nagyon-nagyon tényleg aranyosan volt ábrázolva, ezért merem azt mondani, hogy aki kíváncsi és nyitott erre, hogy tényleg táncról, sportról nézzen animéket, annak ez tökéletes választás, hogyha nem bánja, hogy ilyen fiatalok benne a szereplők, mert nagyon hitelesek. Persze ennek is vannak kis túlzásai, meg japános, nagyon japános dolgai, de nagyon-nagyon szerethető sorozat. És most jön ki a mostani szezonban a Made in Abyss 2-ös évada. Szóval, hogy itt gyerekek mennek le a bányában, és bányában élnek, hogy azt tudjuk, hogy az első szezon az jó volt. Jó volt, kérdezem. Igen, igen. És hogy ennek van jó, hogy csinálnak kettőt? Hát igen, a két évad között most készültek filmek is, összefoglaló is, meg van egy folytatásfilm is, és most a második évad az pedig azt fogja folytatni, és nyilván még fut ennek is a mangája, tehát persze, hogy van értelme animálni, amíg véget nem ér a történet, azért jó lenne egy teljes adaptáció belőle. De nagyon hatásos volt szerintem az első évad, hatásvadász. Nem tudom, én mai napig még egyelőre kihagytam Akkor hiába nézegetek itt rád. Akkor lehet, hogy ezt csak én láttam hármunk közül, a Made in Abyss. Tehát tényleg egy sötét, komor hangulatú, és a kis gyerekeket teszi be tényleg a bányába. Egy olyan helyzetbe, ami dárkosabb. Pont annak az ilyen témákat szeretem, meg az ilyen sötét cuccokat. Tehát, ideje pótolnod, úgyse lesz nyáron tudom, semmi nagyon extra sok újdonság, csak folytatás szezonok szinte. Tudom, én már 12 éve ígérgetem azt... Ez már úgyis csak az utolsó dián, ismerős... hiába töri össze István a prezentert. Nekem is ajánlottak animét, tehát ez kezdjük ott. 12 éve halogatom, hogy oké, ezt majd megnézem. Igen, mert azért csak érdekel, ez volt a Junjo romantika, és még mindig az. Hát, hogyha BL sorozatot választaná, én nem a Junjo romantikát ajánlom neked. Tudod, nemrég beszéltem a kínai animékről, abban van jó pár cím, ami szerintem neked is tetszene, de ha már BL... Úgy, mint amit a legutóbban végig röhögtem a Modaót. Miért láttad? Végignéztem, ja. Na, és miért nevettél rajta? Hát az, hogy körülbelül 2 percig nézzük azt, hogy lifeg a démon kéz, és akkor na ez legyen a nagy... Hogy nem hívják? Is libegett 2 percig. Összesen? Pedig minden részben bőven lifegett addig. Lifegett volna más egyébként, az szerintem kicsit jobban akciódúsabb lett volna. Ez egészhez jobban illik, főleg az, hogy bizonyos emberkék... sarkítod. Nem. Főleg azért nem sarkítom igazából, mert bizonyos emberkék úgy 3-4-en úgy nagyon szeretik a Twitter falamat tele retweetelni ezekkel a tartalmakkal. Csak úgy kérdezem, hogy a Modeusit ezt tudom, hogy van egy erős fandomja, de tudjuk, hogy miről van szó? Ja, és ki látott kínai animációs akármit? Akár filmet, akár... Tehát azért a közönség harmada fele. Hát igen, ennyien. Igen. Hát merik ha kínai fel, animáció, igen. Akkor én még mindig ott vagyok, hogy Dayu Haitang. Igen, jó. Hát csak úgy kérdeztem. Csak úgy. Vagy ha angolul jobban feszik valakinek a címe, ez a Big Fish and Begonia.
És ajánlottad még ezt a Mahjong Salt? Ezt sem ajánlottam, ezt konkrétan az orr mellé tolták. Megkérdeztük, hogy mit ajánlsz, Ritz, és nem, te elkezdted ezeket írni. Hát nem, azt kérdeztétek, hogy mit néztem az előző sorozatból. Én leírtam, hogy mit néztem az előző szezonból. Igen, ez igen, is közte hogy volt. Ritz, isti bizti, hogy csak ezeket nézted? Egészen biztos. Aha, jó. Szóval 18-asat nem néztél? 18-asat nem várjunk. Most ugye a fő témánk így is úgy is az, hogy mit ajánljunk kezdőknek, és ha úgy nézzük, hogy a mostani szezonban mi futott, meg esetleg a nyáriban mi lesz, hogy azokat ajánlanánk a kezdőknek, hát itt Ritz ajánlataival én, vagyis hát említett animével ugye vitatkoznánk, nyilván nem ajánlanánk, de... Hát amúgy sem egyébként. De pont ezt beszéltük, mielőtt jöttünk az előadásra, hogy a nyári szezonból egyszerűen nem nagyon tudunk olyat mondani, amit nyugodt szíve kezdőknek tudnánk ajánlani, mert vagy többnyire folytatás, nem azt vagy kell, hogy mondanunk, vagy hogy mit akkor tudom én, nézd micsoda... meg az első évadot is, vagy egyszerűen új tudom, szezonból... újfajta iszekály, amit nem szeretnél kezdőnek ajánlani. Új hát szezonból... általában a legtöbb iszekállyal az a probléma, hogy elsősorban annyira rámegy az RPG Makeres régi fantasy címekre, hogy azt is ismerni kell hozzá, hogy külön. Hogy azt úgy el tud fogadni, hogy az úgy működik. Persze, de hagyd Istvánt érvényesülni. Csak elmondom, az új szezonból van olyan cím, amit tudnátok ajánlani, és nem folytatás, szóval nem a Uta Vero Meno... Uta Vero Meno? Igen, ezt a szót találtak ki rá. Szóval, hogy olyan sorozat van, amit tudnátok nyugodt szívvel ajánlani? Jól látom, hogy más is igen, legyezünk, igen, jó, semmi, jó, remek. Right. Yep. És azt hiszem, tényleg akkor már... az előzőből akkor maradjunk a Spy X Family-nél és a Dance Dance Dancer-nél, én, de a nyárról nem igazán. Én meg egyáltalán. Ide írtam a Conan Zero No Tea Time. Egyébként ezt miért írtad? Egy nagy franchise-hoz kapcsolódik, és kíváncsi lennék, hogy azt miért ajánlod például, mint hát, ilyen Conan. Aki szereti a krimiket, és fél a Conannek az 1000 plusz részétől, de úgy gondolja, hogy úgy érdekli, hogy vajon milyen lehet ez a Conan univerzum, annak esetleg ez egy mérsékelten jó választás, mert elég sok mindenre már utal a sorozat, hogy kogoró, feltételező, hogy aki nézi, az tudja, hogy kogoró alszik, hogy mi a fekete ruhások, szóval kicsit, nem azt mondom, hogy a legjobb választás, de akit érdekel a Conan univerzum, érdekelnek a krimik, az teljesen... Nézem bele egy random filmjénbe, és akkor már tudja, hogy mi a helyzet. Igen, ez egy rövid, szóval 15 rövid percesek sorozat, a részek, nincs 10. Rövid sorozatában. Igen, szóval ez egy ilyen spin-off sorozat, hát ez létező. Másfél óra összesen. Szóval ez egy bő másfél óra alatt ki lehet végezni az egész univerzumot, az egész művet. Zero Time-ot, Zero Naughty Time-ot, szóval ez egy teljesen korrekt dolog. Azt szeretném megkérdezni a közönségtől, hogy ők ajánlottak-e már animét másnak? De kezdőnek, gondolom. Kezdőnek, igen, vagy... Nem, ugye a barát. És ebből hány lett sikeres? 1, 2, 3, 4... Jó, és lenne még egy kérdésem, hogy mind a hárman, ugye Rica főleg a Mondónál, Katrin a Animagazinnál, meg én is, egy helyek közül ilyen félig hivatalos ajánlókat írunk. El szoktátok ti olvasni az ajánlókat? Senki pár nem olvassa a Mondót. Bólogatnak azért. Igen, és van is, hogy azt mondtad, hogy ó, tök jó, elolvastam ezt az ajánlót a magazinba, és most vagy megnézem, vagy elmegyek a hotbolygóra havat takarítani, szóval. Volt már ilyen ajánlás, hogy olvastam a magazinban, és meg is néztem? Jó, már kezdtem félni, teljesen felesleges a munkánk, hogy úgy írjuk, csak senki nem nézi meg a dolgokat. Akkor még én is megkérdezném, hogy aki itt volt az előző előadáson is, hogy na, motiváltalak titeket Dammei anime nézésre? Oh, helyes. Oh, olyan jelentkezzen, aki eddig még nem olvasott ilyen cuccot. Aha, hát csak ki. Na, jó, oh, nem kell nyalizni, szóval... Sajnos a nyári szezonból nem tudom egyelőre, hogy milyen Dammei várható.
majd meglátjuk, hogy én nagyon reménykedem, hogy a Scanvillain egyszer csak elindul majd így az éterből, mert vannak már igazán elkéne. Az adatbázisok mindig úgy is utoljára veszik föl őket. Igen, egy csomó egyébként kínai anime föl van sorolva az összes adatbázisokban, nem Dammei, hanem más Dongguák. Sok közülük folyamatában fut, tehát még nagyon sok-sok részesek és sokkal rövidebb részesek, mint mondjuk a japán animék, de új címek közül hát nem merek ajánlgatni még. Hát körülbelül úgy szokott kinézni, elmegy egy szezon, és akkor rá 2-3 szezonnal, hát akkor ma úgy dönt, hogy fogja és kirakja. Sajnos itt a PPT-nk, amiket hoztunk, annak a konvertálásra úgy néz ki, nem jól sikerült, vagy a program, ami olvassa, az nem mutatja, de nézzetek sok animét, ez a zárószavunk. Igen, Ritz, te sok animét nézhetnek, vagy inkább sok mangát olvassanak? Inkább átmörgöltem a mangára, mert ez a szezononként megnézek talán 3-4 címet. Én azt mondom, hogy nézzetek japán filmeket. Szóval... Na, az már jobb. Van kérdés? Igen. Vagy így, vagy úgy. Hogy a harcművészeteket? A főszereplő ebben a balettos, ha jól értem, az a kérdés, hogy a magában ebben a sorozatban mennyire férfias a balett? Köszönjük. Igen. Ha jól értem, akkor, hogy és ezt meg is tudom erősíteni, hogy Igen, hogy az derült ki, hogy férfiasabb a balett, mint az úgynevezett férfias harcművészetek, vagy bármi, mert olyan dolgok voltak benne. Persze ez gyakorlat kérdése, valószínű, hogy egy idő után meg tudták volna tanulni, de aki kritizálta, hogy ez nőies, meg mit tudom én mi, és nagyon sok munka van benne, nagyon sok izomgyakorlat, stb. És olyan precíz dolgok, amiket nem tudtak megcsinálni. Igen, teljesen egyetértek ezzel a hozzáfűzéssel, mert a főszereplő... Ezt muszáj voltál mondani. Köszönjük szépen, igen, mert a főszereplő egyben ugye harcművész, mármint hogy a harcművészetet is tanult, és érdekes volt, hogy ő ezt összehasonlította a balett tudásával, és azok a mozgások, amiket mindkettőben hasznosított, megmutatta tényleg, hogy mennyire sok munka van e mögött, és tényleg a társai szemében is idővel azért elismerést szerzett ezzel, hogy attól még, hogy most nem harcművészként ugrál just idézőjelesen, hanem balettáncosként, ő ugyanannyi energiát fektet ebbe bele. Köszönjük szépen a hozzászólást. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a figyelmet, és nézzetek sok animét.